Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Farkas Aténa vagyok. Július 16-a Walter névnapja van. 679 éve trónra lépett első Nagy Lajos magyar király, egyidejűleg Lengyelország királya. 52 éve pedig elindult az Apollo 11 űrhajó Cape Kennedyről a Holdra. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Gyorsabb ütemben folyik a határátkelés, a magyar és a szerb határrendészet a teljes állományát bevetette. 100 felett van a halottak száma Nyugat-Európában, az áradások megállíthatatlannak tűnnek. Szerbiában eddig hivatalosan 8 olyan pacienst tartanak nyilván, aki bizonyítottan a koronavírus delta variánsával fertőződött meg. Kis oroszlánok születtek a Palicsi állatkertben. Ezen a hétvégén is hatalmas torlódásokra kell számítani a magyar-szerb határátkelő helyeken, leginkább a Szerbiába belépő oldalon. A Nyugat-Európában dolgozó török, szerb, bolgár, albán és más nemzetiségű vendégmunkások tömegesen tartanak haza évi szabadságra, illetve nyaralásra. Az átutazók elmondása szerint az autópálya határátkelőn a magyar és a szerb oldalon is jóval gyorsabb ütemben folyik az áthaladás, mint korábban. A Horgos-Röszke autópálya határátkelőhely Szerbiába belépő oldalán péntek kora délután óriási volt a torlódás. A szerbiai határrendészet a forgalom meggyorsítása érdekében a 7 működő beléptetőkapun kívül a kiléptető oldalon is 2 sávot megnyitottak azok számára, akik Szerbia felé igyekeztek. Egyébként a horgosi határrendészet illetékesei szerint 1-24 óra leforgás alatt a legutóbbi adatok szerint mintegy 35 ezren lépték át ezt a határ. Túlnyomó többségük Szerbia irányába. A nyaralni indulók és a külföldön dolgozó vendégmunkások örömmel nyugtázták, hogy számukra meglepő módon soha nem tapasztalt gördülékenységgel működik az útlevél és vámvizsgálat a magyar és a szerb oldalon is. Az illetékesektől kamerán kívül megtudtuk, hogy mindkét ország határszervei minden rendelkezésükre álló emberállományt bevetettek, hogy a kánikulában minél jobban felgyorsítsák az átkelést. Így nagyjából egy óránál kevesebbre csökkent a várakozás a pénteki nap folyamán. Slušam muziku i uživam. I gde putujete, znači? Za Beograd. I šta ćete radite, malo na odmor? Pa inače smo na odmoru, pa cirkulišemo malo Beograd, išli smo do Budimpešte i tako. Hogy bírják ki ezt a hőséget és a várakozást? Hát klíma van kocsiba. Bírjuk. Mivel töltik a várakozási időt? Beszélgetünk a fiammal, zenét hallgatunk. Az Észak-Macedóniába évi szabadságra utazó Mustafi Iszámi szerint is most gördülékenyebb a határátlépés, a sorok gyorsabban haladnak. Potom iz Nemački, iz Kölna, Leverkusen. Tamo radite? Tamo radim 46 godina. Šta će biti sad godišnji odmor? Sad idemo na godišnji odmor malo. Da. Šta ćete raditi? Pa idemo malo na Orit, u Makedoniju, i kod kuće malo, kod familije, i se vratimo pa. A helyzet, illetve a várakozási idő a szerb-magyar határátkelőkön percről percre változhat. Mielőtt útra kelnek, feltétlenül tájékozódjanak a magyar rendőrség polisz.hu honlapján, vagy a közösségi oldalak határfigyelő csoportjaiban. Folyamatosan emelkedik a Közép- és Nyugat-Európát sújtó áradások halálos áldozatainak száma. Hírügynökségi jelentések szerint Németországban 93-an haltak meg, Belgiumban 15-en. Több száz embert keresnek, épületek dőltek össze, utak szakadtak be, sokan maradtak áram nélkül. Az áradás a napok óta tartó heves esőzések nyomán alakult ki. Az áradások elsősorban Németország nyugati részét, Belgiumot és Hollandiát sújtják. A halálos áldozatok száma összesen már a 100-at is meghaladja. A nyugat-német dombvidék völgyeiben sok patak és kisebb folyó kanyarog, rendszerint csendesen, árvizet ritkán okozva. Ezért a nagyobb németországi folyókkal, például a Dunával ellentétben nemigen vannak védművek, gátak vagy bármikor bevethető mobilgátak. Ugyancsak fontos tényező, hogy a domborzati viszonyok miatt a települések általában éppen a folyóvizek mentén a völgyek alján terülnek el. A több napja szakadó eső nyomán kialakult áradások miatt számos településen éjszaka is tartott a mentés. A tűzoltóság, a katasztrófavédelmi szervezet és a hadsereg egységei több ezer embert helyeztek biztonságba veszélyessé vált otthonukból.
Belgiumban több mint 21 ezer ember maradt elektromos áram nélkül. Az ország déli részén a folyók kiléptek medrükből, sokakat evakuáltak. Luxemburgban szintén ezreknek kellett elhagyniuk otthonukat. Hollandiában katasztrófa helyzetet hirdettek, a vasútforgalom számos vonalon lelassult vagy szünetel. A katasztrófa fő oka a legtöbb szakértő szerint az éghajlatváltozás, amely előidézte az egyébként szokatlan, napokig folyamatosan tartó heves esőzést. Nagyot ugrott a koronavírus fertőzöttek napi száma Szerbiában. Tegnap óta 206 új beteget vettek nyilvántartásba. Egy hónapja nem volt ennyi új fertőzött. Jó hír viszont, hogy nincs újabb áldozata a betegségnek. Kórházban 299 embert kezelnek, lélegeztetőgépen 6-an vannak. Egyre jobban terjed a koronavírus delta variánsa, elsősorban azok miatt, akik nem oltatták be magukat, jelentette ki dr. Dragoslav Popovics. Az UNICEF járványügyi konzultánsa a szerbiai RTV-nek azt mondta, Szerbia egy-két nap alatt eléri az 50%-os átoltottságot, de ezzel még közel sem járunk a kollektív immunitáshoz. Az oltási folyamat lelassult, a delta variáns terjedése felgyorsult, a járvány negyedik hulláma pedig itt van. Ez az oltatlan emberek járvány hulláma lesz, ők generálják ezt a vírustörzset, és talán néhány új variáns is megjelenik, tette hozzá Popovics, aki a vakcina esetleges harmadik dózisának felvételéről is beszélt. Najvažnija je prva i druga doza, to jeste nama su i sada prioritet oni građani koji se uopšte nisu vakcinisali. U nekom momentu mi ćemo da sagledamo situaciju koja se odnosi na one koji su se vakcinisali na samom početku ovog procesa vakcinacije, koji su se vakcinisali nekim posebnim vakcinama i neki od njih će trebati da prime tu treću dozu. Ja ne vidim da je to problem. Ti ljudi su već imali iskustvo sa vakcinacijom. Oni znaju da taj proces ide bez naročitih problema. Znači, prioritet i opet bi mogli da budu stariji od 60 godina? Oni će sigurno da budu prioritet, između ostalog, zato što je taj imuni odgovor u toj populaciji usporeniji nego u drugima. Szabadka polgármestere arra kér mindenkit, hogy vegyék fel a koronavírus elleni védőoltást. Stefan Bakić közleményében felkér minden szabadkai lakost, különösen a fiatalokat, hogy vegyék fel a védőoltást, hogy ezzel is megőrizzük Szabadkán a normális életnek azt a szintjét, amit egészen biztosan nem leszünk képesek megtartani, ha az átoltottság nem növekszik. Eddig összesen 45.706 szabadkai polgár kapta meg a védőoltás mindkét adagját. Ez a lakosság teljes létszámának 41%-a, ami elmarad az országos átlagtól. Bakić hozzáteszi, az Újvárosházán működő oltóponton külön bejelentkezés nélkül is hozzáférhető bármelyik vakcina, kivéve a Sputnik V oltóanyagot, amelyhez be kell jelentkezni az EU-Prava kormányablakon keresztül. Szabadka polgármestere szerint az új delta variáns tovább bonyolítja a helyzetet, tovább növelve a bizonytalanságot. Azt írja, amennyiben nem lesz meg a megfelelő átoltottság, akár újra rendkívüli állapotot hirdethetnek a városban. A zentai közkórházban eddig 58 egészségügyi dolgozó kapta meg a szerb kormány által biztosított Mi Hősünk hálakártyát, amelyhez egyelőre csak két helyi vállalkozás csatlakozott. A kártya árengedményt biztosít azoknak a személyeknek, akik megfeszített munkát végeztek a koronavírus járvány elleni küzdelemben. Az egészségügyi dolgozók elmúlt közel másfél éves megfeszített munkáját, a koronavírus járvány elleni küzdelmét, a szerb kormány a Mi Hősünk nevet viselő, kedvezményre jogosító kártya megalkotásával szeretné meghálálni. Ahogyan Szerbia szerte több egészségügyi intézményben, úgy a zentai közkórházban is részben már kiosztották ezeket a kártyákat. Ez a kártya egy ilyen szintű elismerést vagy megbecsülést jelent számunkra, és egyelőre csak egy helyen tudtam igénybe venni ilyen technikai cikkek vásárlásánál. Zentán egyelőre két vállalkozás csatlakozott az akcióhoz. Termékeik és szolgáltatásaik árából kedvezményeket biztosítanak az egészségügyi dolgozóknak. Az egészségügyi szakszervezet zentai elnöke viszont bízik abban, hogy ez a szám növekedni fog a közeljövőben.
A mi intézményünkben 58 ember kapta el egyelőre a kártyát, de viszont folyamatosan érkeznek a kártyák. A kártyákat egészségügyi nővérek, orvosok és a többi munkások, akik a COVID intézményben dolgoztak, azok kapták el a kártyát. A hálakártya az állami hivataloknál és a közvállalatoknál is elsőbbséget biztosít tulajdonosának ügyintézéskor. A kórházban dolgozójainkat, tehát mindenkit kivétel nélkül hősnek tekintünk, függetlenül attól, hogy van kártyája vagy nincs kártyája, tehát az elmúlt másfél évben sikeresen kivették a munkát és segítettek a rászorulóknak. A szerbiai egészségügyi minisztérium és az Air-Szerbia együttműködésének köszönhetően egy másik kezdeményezést is indítottak, amely 50%-os engedmény biztosít a repülőjegyek árából az egészségügyi dolgozóknak. A Zentai Közkórházból 3 dolgozó vette ezt igénybe. A harmadik oltás felvételét is lehetővé teszi a magyar kormány augusztus 1-től, közölte Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Elmondta, nem hívei annak, hogy az oltás kötelező legyen, viszont tettek egy kivételt, az egészségügyi dolgozóknak fel kell venniük a koronavírus elleni oltást, hiszen betegeket kezelnek nap mint nap, akikre nagyobb veszélyt jelent a vírus. Orbán Viktor kiemelte, az iskolakezdés előtt az összes iskolában oltási akciót fognak szervezni, ahol majd szülői engedéllyel minden 12 és 16 év közötti gyerek felveheti az oltást. Az átoltottság tekintetében Magyarország a második helyen áll, hangsúlyozta a magyar miniszterelnök. A harmadik oltáshoz is rendelkezésre áll a szükséges mennyiségű vakcina, és az orvosok döntik majd el, hogy melyik típusúval oltják be az adott egyént. A magyar kormány úgy gondolja, hogy olyan véleményt nem ismerünk, ami szerint ártana. A vita az arról szól, hogy mennyire hasznos. Tehát félni nem kell a harmadik oltástól. És ha nem kell tőle félni, és az emberek biztonságérzetét pedig növeli, ha megkapják, akkor miért zárnánk el őket ettől a lehetőségtől? Ez alapján a kormány azt mondja, hogy lehetővé tesszük a harmadik oltás fölvételét. Ha jól figyelem a nemzetközi eseményeket, akkor ez még máshol nincs így. De azt is mondjuk, hogy a második oltás után azt ajánljuk, hogy teljen el 4 hónap, ezt mondják a szakemberek, és a házi orvosok, illetve akik az oltást beadják, ha szükséges, akkor ettől eltérhessenek. Elhunyt 2 beteg és újabb 64 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést. Az elhunytak száma 30.015-re, az aktív fertőzöttek száma 36.078-ra emelkedett. Kórházban 86 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 10 vannak lélegeztetőgépen. Magyarországon eddig 5.590.559.178 embert oltottak be, közülük 5.268.814-en már a második adag vakcinát is megkapták. Most nézzük, mivel foglalkozunk még a híradóban. Holnap kezdődik a Palicsi Filmfesztivál. Nyári szünetre ment a Pannó reggeli. Négy oroszlán kölyök született csütörtök éjjel a Palicsi állatkertben. Anyjuk egyelőre igyekszik elrejteni őket a nyilvánosság szeme elől, a szerencsésebb látogatók azonban az állatkert nyitvatartási ideje alatt próbálhatják meglesni őket. Igazi meglepetés volt az oroszlán kölykök születése a Palicsi állatkert gondozói szerint. Elmondták, hogy ők maguk sem számítottak négyesikrekre, mivel általában a nőstények 1-2 kölyköt hoznak a világra. A lávovima je neki prosek da od 2,5 do 3 meseca nose svoje mlade. Uglavnom se desi da se rodi 1 do 2 mladunčeta, zato kažem da je veliko iznenađenje što je Kiara rodila 4 mala. Ona će sada dobiti nešto pojačanu ishranu što se tiče tog mesa kako bi joj mleko bilo što kvalitetnije i da može da nahrani sva 4 mala. Mi još uvek ne znamo kog su oni pola, to ćemo sačekati barem 1 do 2 do 3 meseca dok oni malo porastu i da onda kolega veterinar uđe unutra i pogleda male. A nőstény oroszlán fel, alá sétálva őrzi kicsinyeit, senkit sem enged a közelükbe, a hím oroszlánt is elzavarja, ha megpróbálna közelíteni. Az anyjuk hűvös helyre vitte őket, emiatt nehéz meglátni a kicsiket. A gondozók elmondták, hogy 1 évig még biztosan ott maradnak az új oroszlánok a Palicsi állatkertben. Što se tiče biranja imena,
to će nam sad biti jedan veliki zadatak, jer Kiara kada se rodila, ona je bila jedna i to je bilo dosta lako uraditi, a sad s obzirom da je njih četvoro, morat ćemo da smislimo jedan jako lepi program i način kako da oni dobiju svoje imena. A kis oroszlánokat bármikor meg tudjuk nézni látogatási idő alatt. Egyelőre az anya oroszlán nagyon védelmezi őket, de ha szerencsénk van és előjönnek, akkor meg tudjuk őket látni. A tavalyi kihagyás után a nagybecskereki boldogasszony iskolanővérek újból megszervezték a hazataláló tábort. A járványhelyzet miatt elővigyázatosságból külön tábort szerveztek az általános iskolások, illetve a középiskolások és egyetemisták részére. Az idén nem voltak anyaországi résztvevők. Az ötnapos nagy hazataláló tábornak 71-15-25 év közötti vajdasági résztvevője van. Csütörtökön ellátogattak a török topolyai templomba, a kisoroszi Torontál szorványközpontban pedig kézműves foglalkozásokon vettek részt. Ennek egyik témája a torontáli szőnyeg volt. Parasztolimpiát is szerveztek. A tábor megálmodója Koncz M. Julianna nővér, a Szatmári Karolina Leány Kollégium vezetője. Három fő célja van, az egyik a magyar identitás erősítése, a másik a keresztény identitás erősítése, a harmadik pedig a közösségalkotás. Ami egyre nagyobb kihívás a mai fiatalok körében, mert nagyon nehezen megmozdítható, annyira bele mennek már a virtuális világba, hogy a reális világba egyre kevésbé vállalkoznak ilyen programokra. Tehát nekünk már az is nagyon szép, vagy nagyon örülünk neki, hogy egyáltalán 60 fölött még bőven voltak, sőt van, akinek már azt kellett mondani, hogy most már az idén nem tudjuk befogadni. A tábor résztvevőinek a Szatmári Karolina Leány Kollégium biztosít szállást. Innen indulva járják be a délvidék legszebb helyeit, megismerve a történelmi keresztény Magyarország értékeit. Torontál szorvány központja is nagyon tetszik, és nagyon jó, hogy megmaradnak ezek a kis falvak, és továbbfejlesztik őket, mert sokan nem tudják, hogy ezek hogy működnek, és fontos az ilyen hagyományokat megőrizni. Jó volt mondjuk a nagybecskereki városnézés, hogy úgy is megtekinthettem a várost, ahogy eddig nem láttam. Olyan épületekről tudhattam meg új információkat, amik mellett nap mint nap elmegyek, de most így betekinthettem, hogy mi is lapul az épületekben és mögött. Az idei hazataláló tábornak kifejezetten vajdasági jellege van. A sok közös program révén közelebb kerülnek egymáshoz a fiatalok. Tagja vagyok ennek a közösségnek a barátok által, mert sok barátom, barátnőm ugyebár kollégista, és ők mondták, hogy mennyire jó ez a tábor, hogy ők szervezik, hogy nem kell idegeskedjek azon, hogy magam leszek, mert biztos, hogy jó baráti társaságra fogok találni itt. A Torontál Szórványközpont a 800 lelket számláló kisoroszi magyar közösség kulturális életének központja. Már nem csak a kisoroszak használják ezt a szorványközpontot, hanem a környező települések, valamint már szélesebb körbe Észak- és Közép-Bánát szervezetei, akik éppen ma is itt részt vesznek egy napos kiránduláson. A tábor résztvevői pénteken közép-szerbiai kiránduláson vettek részt, vasárnap pedig közös szentmisén búcsúznak egymástól. Egy éves születésnapját ünnepli a szabadkai D-Motors Group Ford Kft. Az ünnepélyes szülinapi parti mellett a Ford automodellek tesztvezetésével, engedményes autószervizelésével, kedvezményes alkatrészvásárlási lehetőséggel örvendeztette meg felhasználóit a cég. Tavaly a legsúlyosabb járványidőszakban kezdte meg munkáját a szabadkai D-Motors Group Kft. Az akkori helyzet miatt nem tudtak kellőképpen bemutatkozni, azonban egy éves sikeres munkájuk megünneplésével ezt a mulasztást is pótolták. A napokban speciális akciókkal, engedményekkel várták új és régi vásárlóikat. Pillanatnyilag talán azt mondhatjuk, hogy nem gazdasági válság van, hanem gyártói, előállítói és szállítói válság, úgyhogy ezekkel az új kihívásokkal kell most megbirkóznunk, tehát kereslet az autókra van, viszont drágulások következtek be, nem csak az autóiparban, mindenhol, késések, tehát most pillanatnyilag ebben birkózunk, de talán most már augusztus végére ez a helyzet is stabilizálódni.
17 évig a Grand Motors óriás cég forgalmazta Szabadkán a Ford márka személygépkocsikat. Egy évvel ezelőtt a belgrádi központú cégtől a D-Motors Group Kft. Átvette a Ford márka hivatalos képviseletét. Azonban a Grand Motors továbbra is maradt a régió Ford személygépkocsik fő importőre. Naša saradnja je ovih godinu dana sa gospodinom Đivanovićem koji je vlasnik D-Motorsa na 100% nivou, a moramo da shvatimo da je poslednji godinu dana bila najizazovnija i najteža za sve nas koji se bavimo ovim poslom zbog pandemije. A magánkézben lévő cég egy éve egyetlen hivatalos márka képviselője a Ford személygépkocsiknak Északbácskában. Szabadka város méltányolja azokat a vállalkozásokat, amelyek bátor döntéseket hoznak az üzletszférájában, illetve akik szabadkaiakat foglalkoztatnak. Ilyen szempontból a D-Motors Group mindenképpen tiszteletet érdemel, hiszen 9 foglalkoztatótyúk van, 9 szabadkai embernek, 9 családnak biztosítanak munkát. Ezen kívül pedig a járványterhes időkben döntöttek úgy, hogy egy magasabb szintre emelik a gazdasági működésüket, ezt egy évvel ezelőtt tették meg. A legkeresettebb Ford automodell továbbra is a Fiesta. Azonban az újabb modellek is, amelyeket az európai piacra terveztek, mint amilyen a Kuga és a Puma is, rendkívül népszerűek. Július 17-én, azaz holnap kezdődik a 28. Európai Filmek Nemzetközi Palicsi Fesztiválja. A 23-áig tartó rendezvényen összesen 139 filmet mutatnak be 15 különböző kategóriában. A korábbi évekhez hasonlóan az új magyar filmeket most is az Eurocinema moziban nézhetik meg az érdeklődők, ahol idén szlovén filmeket is vetítenek. A Párhuzamok és Ütközések elnevezésű program a Palicsi Abbázia moziban lesz látható, a Livka mozi pedig a dokumentumfilmek helyszíne lesz. Idén a fesztiválon összesen 11 játékfilm lesz versenyben, egyet pedig versenyen kívül mutatnak be a Palicsi nyári színpadon. A szervezők idén is megszerveznek minden olyan kísérő programot is, amit a korábbi években megszokott a közönség, de lesznek újak is. Idén a gyerekek számára is lesz program, köztük egy műhely foglalkozás, hogyan nézzünk filmet címmel. Ove godine uspeli da obezbedimo 3 filma sa Kanskog festivala i ako pratite program Kanskog festivala, vidjet ćete da sva 3 jako dobro stoje, imali su dobre projekcije, dobar prijem. Moja generalna primetba, u razgovorima kada pripremam festival, meni su uvijek nedostajali britanski filmovi. Ove godine imamo 2, i na otvaranju i na zatvaranju, što ne znači da između toga nema veoma zanimljivih filmova iz Hrvatske, iz Rumunije, iz Mađarske. Jedan krajnje zanimljiv film koji ja lično nisam video, ali ga sa velikom radoznalošću iščekujem. Szabadságra megy hétfőtől a Pannon reggeli. A Pannon Rádió közkedvelt műsora szeptember közepén tér majd vissza. Zvekán Péter és Sánta Zoltán búcsúzott ma a hallgatóktól. Vigasztalásul elmondták, hogy rajongóik nyáron is visszahallgathatják a korábbi adások legjobb megszólalásait podcast formájában, mely a Facebookon is elérhető. Emellett terepi műsorokon is felbukkannak majd, ezek listája szintén a közösségi oldalukon található. Arról is megkérdeztük őket, milyen műsorokat ajánlanak a hallgatóknak. Picikét módosul a többi műsor, például a Presszó, ami 10-16 óráig van normál esetben, az most 8-tól 14-ig lesz. A többi alapvetően marad, különböző műsorok még elmennek esti műsorok szünetre. Meg mi is szünetre megyünk, bár ez a megfogalmazás érdekes, mert mi igazából akkor vagyunk szünetlen, amikor szabadságon vagyunk, amikor nem vagyunk szabadságon, de reggeli nincs, akkor sok más csinálunk. Zoli már látta a beosztását a nyárra, nagyon örült neki, akarsz volna beszélni? Mi mindent fogsz csinálni? Még nem szeretnék. Viccet félretéve egyébként természetesen folytatjuk a munkát. Más műsorokban fognak találkozni velünk a hallgatók, habár egyébként arra is lesz majd példa, hogy ebben a formában, tehát az a 4-es csapat is előfordul majd még, terepi műsorok keretein belül történik ez. Gombosra fogunk ellátogatni ebben a felállásban, tehát a reggeli csapat, ha minden igaz, akkor ez kiegészül majd Nagy Gergő barátunkkal, technikusunkkal, mint Peca szakértő jön majd velünk egyébként. Emellett pedig lesz egy fagyizós műsorunk is, ahol pedig ugye Palicsra fogunk kilátogatni, és hát értelemszerűen fagyizunk, meg biciklizünk, meg ilyenek.
Élő terepi műsorral zárja az évadot a Fitzóna, a Pannon Rádió és Televízió életmódváltó magazinjának készítői a Szabadkai Sétaerdőben a kosárlabda pályánál várják az érdeklődőket. A műsor szombaton 14 órakor kezdődik és 16 óráig tart. Lesz benne Aqua Fitness bemutató és zumba edzés is. Ezekhez bárki csatlakozhat. Emellett újra vendégül látjuk életmódváltóinkat és edzőinket, valamint készítünk egy egészséges hűsítő finomságot is. A műsor egyes részeit a Facebookon is élőben közvetítjük a Fitzóna oldalán. Rossz idő esetén műsorunkat későbbi dátumra halasztjuk. Végül néhány szó az időjárásról. Vége lehet a szárazságnak. A következő néhány napban felhős időre és nagyobb mennyiségű csapadékra kell számítani. Az esti órákban elszórtan viharos szél és jégeső is előfordulhat. Szerbia egész területén riasztás van érvényben. Bácskára és Szerémségre vörös riasztást hirdettek ki az illetékesek. A hétvégén is hasonló időjárás lesz. Holnap legfeljebb 30 fok várható. Késő délután és este sok esővel és mennydörgéssel. Jövő hét közepétől azonban visszatér a napos idő. Novák Djokovic is ott lesz a tokiói olimpián, ezt Twitter bejegyzésben erősítette meg. Mint írja, lefoglalta a repülőjegyét a japán fővárosba. A szerb világelső korábban azt nyilatkozta, annak esélye, hogy részt vegyen a közelgő öt karikás játékokon 50-50%. Djokovic serleg és éremgyűjteményéből az olimpiai arany még hiányzik. Holnap rajtol a szerbiai labdarúgó szuperliga. A TSC az első fordulóban a Novi Pazar csapatával játszik Zentán, méghozzá hosszú időt követően ismét közönség előtt. A találkozó szombaton 18 óra 55 perckor kezdődik. A topoljaiakat irányító Mladen Krstajić jó játékot és győzelmet vár csapatától. Mislim da smo svjesni tego da se koncentrisamo što je najbitnije i da spremno dočekujemo utakmicu Pazara koji je dobra ekipa. Doveli su neki, ja mislim, ako se ne varam, 17 igrača novi, znači kompletno novi igrački kadar. Doveli su trenera Milanovića sa kojim smo imali prilike da igramo protiv Rada. Ovde u Sent igrali smo nerešeno, tako da oni gaje neki, da kažemo, malo defanzivniji futbal. U smislu defanzivni igraju više na rezultat nego što ima lepote igre u futbolu, ali kažem, cenimo i poštujemo. Neće biti lako, a s druge strane verujemo svoje igrače. Véget ért az ötnapos gyerekek számára szervezett labdarúgó tábor Topolyán. A résztvevő kicsik különböző játékos feladatokat, illetve változatos technikai, taktikai és ügyességi gyakorlatokat sajátíthattak el az akadémia pályáin. Kapura rugással búcsúztak a focitábor résztvevői a TSC labdarúgó akadémia pályáján. Ugyanis véget ért a második TSC tábor. A gyerekek öt napon keresztül izgalmas élményekkel gazdagodtak. Mi mindent tanultál? Cseleket, pontos paszt, meg hogy erősen passolni. Mióta focizol? 3-4 éve. Bátori Dániel új cseleket tanult, valamint védőként is játszott. Felnőttként pedig kapus szeretne lenni majd egy ismert labdarúgó csapatban. Nagyon jól éreztem magam, és sok mindent megtanulhatom ez az öt nap alatt. Az edzők sem annyira rosszak, és nagyon sok mindent tanultam. Tanultam pár cselét, meg a biciklicset. Számos ígéretes tehetség rúgta a bőrt a Topolyai Labdarúgó Akadémia pályáin. Sokan közülük már itt is tanulnak, és lesznek, akik itt folytatják majd edzéseiket. Emelte ki Draskovics Boris, a TSC alközpontjainak koordinátora. 160 gyermekünk volt a táborban, ugye ez 6 korosztályban, tehát a 6 korosztályt még felosztottuk mindegyiket két-két csoportot, tehát 12 kisebb csoportunk volt, ahol a kollégák mind délelőtt, mind délután, tehát különböző technikai feladatokat készítettek a gyerekeknek. Legtöbbet ugye az átadáson és az átvételeken volt a hangsúly, mert ugye egy kis korosztályokról van szó, de ugyanúgy a lövési technikákat is el tudták sajátítani, ami nagyon fontos mindkét lábbal. A tábor zárásaként a kis focisták oklevelet és érmet is átvehettek. Tótfaluban pedig jelenleg is zajlik a kézilabda tábor, amely a helyi Nyers István Akadémia Sportegyesület és a Tompai Sportegyesület közös IPA pályázataként valósult meg. A kézilabda mellett a labdarúgás és a cselgáncs népszerűsítése is helyet kap a Multisport a határon át elnevezésű projektnek köszönhetően.
Az ötnapos tábort nagyon élvezik a gyerekek Tútfaluban, köztük a tompai Savanya Szintia is, aki már több mint 6 éve kézilabdázik. Nekem nagyon szimpatikus itt egyelőre mindenki, vagy remélem így is marad. Nekem nagyon tetszik. Hát eddig minden tökéletes. Hogyan néz ki egy napotok? Melyik edzésekre fektetitek a hangsúlyt? Jobban a labdás edzésekre szoktuk, de erről létjeink is vannak. Tompáról közel 50 gyerek érkezett a kézilabda táborba, ahová elsősorban a 13 és 15 év közötti fiatalokat hozták el. Ugye, ahogy Tótfalon és Tompán is lesz 3 táborozás, mind kézilabda, mind judo, mind pedig labdarúgás szakosztályban, valamint ennek a 3 sportágnak lesz egy-egy bajnoksága, ahol megmérettetjük egymással az erőnket, valamint végezetül pedig fogunk tartani egy záró rendezvényt. Összesen 60 gyerek vesz részt a kézilabda táborban, ugyanakkor az egész projekt alatt közel 300-350 fiatalt tudnak bevonni. A programok edzésekből állnak, előadásokból, valamint kirándulásokból, amelyek próbálják a gyerekek tapasztalatait szebbé tenni, valamint az edzőknek a tapasztalatcseréjét is átfogni. A délutáni edzés után bemutatták a nemrégiben megjelent a Fiatal Sportolók Táplálkozása című könyvet, amelyet a kötet 2 társszerzője, Lepes Josszip és Halasi Szabolcs ismertetett. Erről van szó, hogy mindenképp minél közelebb legyenek ahhoz az értékekhez, a kalóriaértékekhez, ami annak az adott sportolónak szükséges, és ez nem csak azért fontos, hogy neki jól legyen a teljesítménye, hanem nagyon fontos azért is, hogy ne sérüljön le. A szerzők a jövőben igyekeznek több vajdasági településre is eljutni, hogy a gyerekek, a szülők és az edzők minél tájékozottabbak legyenek a sporttáplálkozással kapcsolatban. 3 napos humanitárius kosárlabda torna kezdődött Palicson. Lelkes fiatalokból álló önkéntesek, a maketesi helyi közösség és a városi önkormányzat támogatásával kezdeményezték a torna megrendezését, hogy pénzt gyűjtsenek egy betegség miatt bevétel nélkül maradt és egy düledező szabadkai házban élő 2 gyermekes családnak. A 95%-os látáskárosodásban szenvedő Gábrics Melinda hálás a kosárlabdatorna szervezőinek és résztvevőinek, hiszen több mint 100 éves omladozó családi házuk már szinte lakhatatlan. 2 kiskorú gyermekük van, de az édesanyja és az édesapa is betegek, jövedelmük nincs. Én még a kislány, a nagyobb kislány, mink szembetegségünk van, és nagyon keveset látunk. A férjem még tüdőbeteg, a legkisebb kislányunk még hála Istennek, ő zdrava, egészséges, igen. Az édesanyja és nagyobbik lányának szembetegsége örökletes és nem gyógyítható. Lelkes szabadkai és palicsi fiatalok döntöttek úgy, hogy felkarolják a családot, és amatőr sportcsapatok részvételével és támogatásával jótékonysági tornákat szerveznek, először kosárlabdában. Cíl ovog turnira jeste da se prikupe financijska sredstva porodici Gabrić, kako bi mogli koliko toliko mi kao građani Subotice i Palića da tim nekim svojim ličnim doprinosom da obezbedimo komotniji i kvalitetniji život za porodicu Gabrić. A 3 napos kosárlabda tornát Szabadka polgármestere nyitotta meg. Stefan Bakić kiemelte, az önkormányzat költségvetésében nincsenek konkrét eszközök előlátva egy-egy rászoruló család megsegítésére, de a sportpályák felújításával, mint amilyen a palicsi Janko Pejanovic sportkomplexum is, lehetőség válik jótékonysági sportrendezvények megszervezésére. Investícia od pre par godina grada, koja je bila u rekonstrukciji ovih košarkaških terena, ispostavila se da je bila dobar potez, jer danas se ovde često okupljamo, da li kroz sportska takmičenja, susrete mladih ili kroz humanitarne turnire kao što je ovaj. A 3 napos palicsi jótékonysági kosárlabda verseny vasárnapig tart, összesen 10 csapat jelezte a részvételét. Ők már befizették a 4000 dináros csapatonkénti részvételi díjat. Ezt a pénzösszeget, illetve azt, ami majd az adományokból befolyik, a mély szegénységben élő makhetesi Gábrics családnak fogják átutalni, akiknek legelőször új családi montásházat szeretnének vásárolni.
Ha tehetik, akkor önök is látogassanak el a jótékonysági tornára, és dobjanak a közösbe. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak a nap kiemelt hírei címszavakban. Gyorsabb ütemben folyik a határátkelés, a magyar és a szerb határrendészet a teljes állományát bevetette. 100 felett van a halottak száma Nyugat-Európában, az áradások megállíthatatlannak tűnnek. Szerbiában eddig hivatalosan 8 olyan pacienst tartanak nyilván, aki bizonyítottan a koronavírus delta variánsával fertőződött meg. Kis oroszlánok születtek a Palicsi állatkertben. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírre kíváncsiak, keressék fel honlapunkat, a pannonrtv.com-ot, ahol riportjainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!